Úgy gondolom, hogy ez az ő életükben valószínűleg egy kicsit nehezebb dolog lehetett, mivel nem tudtak ugye interneten kommunikálni, meg annyit találkozni, meg ilyesmi. Valószínűleg a hűség és a kitartás az ő generációjukban nagyon fontos volt, és egyébként ez szerintem egy nagyon jó követendő példa lehetne, bár nyilván ugye a közeg nálunk más, ezért nyilván a kapcsolatok is másak lesznek. Magában a romantika. Tehát, hogy sajnos a mai fiatalok azok nem úgy állnak a dolgokhoz, mint régen, hogy virágot hoznak, meg stb. Bombont hoznak, elmennek moziba, színházba sétálni, hanem mostanában a fiataloknál az van, hogy én személy szerint azt tapasztalom, meg azt látom magam körül, hogy ráírnak, hogy hello, szia, van-e kedved ismerkedni, és akkor így kezdődik. És ez régen nem így volt, hanem személyes kontaktba. És szerintem ezt eltanulhatnák a fiatalok az idősektől. Ugye mai világgal ellentétben ugye hát ma már minden sokkal gyorsabban történik, ugye rohanósabb minden, és ott nem kapkodták el a dolgokat, ugye szerintem ez is nagy szerepet játszik, hogy tényleg megérettek az érzelmeik, meg hát nagyon jó tanácsokat adtak nekem is ilyen téren, ugye mindig hallgassak a szívemre, de nagyon sok mindent tanultam azzal kapcsolatban is, hogy a józan paraszti ész az nagyon sokat számít. Legnagyobb tanács, amit kaptam nagymamámtól, az a, aki menni akar, azt ki kell kísérni. Ez megmaradt, ebben igazuk van, de nyilván ugyanezt próbálják átadni, tehát hogy jól válogasson az ember, nem kell fűvel, fával, hanem tényleg, akivel úgy érezzük, hogy lehet, akivel megtaláljuk a közös hangot, az őszinteséget, a bizalmat, ő legyen. Én például nagyon szeretem hallgatni a megismerkedésüknek a történetét, amilyen nem is az, hogy példa, csak egy ilyen aranyos történet, hogy nagymamám éppen szakított valakivel, még annó, és azt mondta, hogy ők elmennek, beülnek valahová, ott az első férfi, aki hozzászól, az lesz a férje. És ez volt a nagypapám, és tényleg ő lett a férje, és amikor ezt mesélték, akkor így a sztori közben nagypapám így bemondta, hogy hát, ha ezt tudom, biztos nem szólok hozzád. És ugye ez csak ilyen kis játékos civakodás, de szerintem ez nagyon aranyos. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.